Akántemusz fiókúrus is a megye tehetségei közé tartozik. Ők is felléptek a Kodály Zoltán általános iskolában. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, ők is támogatják a tehetségeket. Nemrégiben egy ifjúsági kerekasztalt is létrehoztak. A rendezvényen ott volt a profi világbajnok boxoló Erdei Zsolt is. Csak abban lehetünk igazából sikeresek, amit örömmel, szeretettel, boldogan csinálunk, mert hogyha kinkeserves az egész, és nincsen kedvünk hozzá, csak a szüleink erőltetik, vagy csak mások próbálnak minket rákényszeríteni arra, hogy csináljuk a dolgunkat, akkor az nem fog menni, tehát ennek szívből kell jönni. És a tehetségprogram, én remélem, hogy nyilvánvalóan azokat a gyerekeket karolja elsősorban fel, akik ezt szívvel, lélekkel csinálják, és látják rajtuk, hogy ők valóban a jövő nemzedéke. A felajánlott adó 1%-okból, valamint a kormány segítségével összesen 2,8 milliárd forintos tehetséggondozási programot hirdettek 2016-ban, amire intézmények, szervezetek, kulturális központok is jelentkeztek. A tehetség sokszínű, sportban, művészetekben vagy akár tudományokban kiemelkedő iskolásokat segítik a pályázati forrásokból. A megyét azt gondolom, hogy nagyon jól jellemzi az itt lévő sok tehetséges magyar fiatalt, hogy az egyik legtöbbet pályázó megyéről van szó. Ha csak azt nézzük, hogy az egyéni fejlesztési ösztöndíjra hány fiatal jelentkezett, akkor a tavalyi évben a harmadik legtöbb pályázót ez a megye küldte. Én azt gondolom, hogy a megyének erre büszkének kell lennie, és arra biztatom a megye fiataljait, hogy éljenek 2016-ban is ezzel a lehetőséggel. Az idei pályázatok beadási határideje múlt héten járt le. Összesen több mint 2000 érkezett. Ebben az évben már határon túli intézmények is jelentkezhettek a programba, annak érdekében, hogy minden magyar fiatal részt vehessen a tehetséggondozásban.